Hello, sziasztok, ez itt Kerberusz. Ma egy picikét a tankokról fogunk beszélgetni, és azok szerepéről az egyes turnamenteken. Gondolkodtam egy ide egy ilyen amolyan top tankok topikon, videón, de mivel ez már annyira relatív, hogy mit nevezünk jónak, milyen jó tanknak, illetve hogy milyen körülmények között, ezért inkább úgy döntöttem, hogy az egyes turnamentek fényében és tükrében fogom vizsgálni ezeket a tankokat, illetve hogy melyiket tartom én jelen pillanatban leghasznosabbaknak. Fontos elmondani, hogy ha a turnamentekről beszélünk, akkor mind a három Bloody Battle turnament, Buff Booster és Rush Attack turnamentekről lesz szó, illetve kezdhetnénk is azzal, hogy ugye hogyan definiáljuk a tankot. Tankként definiálhatnánk valamit a tankosságát illetően, nyilván funkciója szempontjából a klasszikus RPG-kben az a jó tank, ami nagyon erős, nagyon tankos, azaz ebben a játékban nagyon sok HP-val és nagyon sok armorral, páncélra rendelkezne. Rögtön is itt van Aegir, funkcionalitás szempontjából, mint tank karakter, hogy az 1446-os életerő és a 805-ös pajzs az eléggé tankos karakterré teszi őt. Csak hogy maga ez a funkcionalitás is megkérdőjelezhető, hiszen egy klasszikus RPG-ben a tank azt a szerepet tölti be, hogy őt üssék, és alapvetően ugye nem oszt ki sebzést, vagy elhanyagolható sebzést azt ki, hisz mégiscsak az a DPS-ek, a sebző karakterek, az igyászok, a varázslók és mi egymásnak a dolga. Ez ősidők óta így van. Ugyanakkor elérkeztünk abba ahhoz a pontjához az LP-nek, hogy én személy szerint azt látom, hogy megint egy picikét egy ilyen snowball effektus elindult, ami azt jelenti, hogy nagyon nem jó úton jár megint az LP, ugyanis a tanknak a szó szerinti tankosságát illetően semmi haszna, semmi funkciója nincs. A gyorsaság vette át a szerepet, illetve a különböző karaktereknek a képesség, illetve képesség özönei, amiről lesz szó. Úgyhogy ezt pontosabban kifejtem, amikor az egyes színekhez érünk, és akkor azt mondanám, hogy rögtön mondjuk kezdjük a kéket és pirosat hagyom szánszándékkal a végére. Kezdjük mondjuk a lilával. Nem lesz meglepedés, Alfrik vagy Alfrike a Rush turnamenten nem szorul különösebb magyarázatra, a Rush turnamenten oly annyira durva, oly annyira jó, hogy abszolút ő a number one top 1-es tank. Egyébként, egyéb iránt flankben, azaz második, negyedik pozícióban, és adott körülmények között, amikor éppen a tiltott cín a sárga, akkor más turnamenteken is jól lehet Alfrike középre, hiszen nagyon tankos, látjátok, hogy alapból 844 pajzsal, 1421 életerővel rendelkezik, és ehhez rendre és módja szerint kisebb, kevesebb támadással, de hát Alfrikének egyáltalán nem a támadása a lényeg, hanem a tankossága, illetve olyan brutális skillre rendelkezik, hogy Alfrike számomra azért egy nagyon-nagyon szimpatikus karakter, mert az erejétől eltekintve, vagy ha nézzük, hogy mennyire erős, őre mondanánk azt, hogy high risk, high reward, azaz nagy rizikó, de nagy nyereség is, amennyiben el tud sülni. Nagy rizikó azért, mert a leglassabb mana kategóriába tartozik a játéknak, vagy a játékban, de ennek megfelelően, és értelemszerűen, ugye nagy jutalomban is részesülsz, hogyha mégis el tudod őt sütni. Így kellene működnie egyébként minden karakter esetében, és még ha el tudod sütni, akinek megvan, vagy hát azért elég sokat megyünk ellene, az nyilván mindenki tudja és tapasztalhatta már, amennyiben egy zimkitára nem ért az a mindless attack, akkor ugye dispellelhető,
a többi szövetségesről a Mindless Attack, úgyhogy még úgy sem mondhatni azt, hogy 100%-os win rációja van, amennyiben el tud csülni, de nagyon magas, biztosan 80-90, és ez egy very slow, azaz nagyon lassú karakternél, az azt gondolom így helyes. A másik kettő, Boss Wolf és Bagoly karakterét is hasonló kaliberűvé kellene tenni, hát már amennyiben ugye nagyon lassú karakterekről beszélünk. Ez a másik kettő nagyon lassú karakter nyomába sem él Alfrikinek. Itt is van Rush Tournamenten A++++, ez tényleg ilyen szimbolikus, hiszen ennél jobb karakter szerintem nagyon sokáig nem is fognak Rush Tournamentre kreálni. Szóval ez a Rush Tournament. Ha nézzük a Buff Booster és a Bloody Battle karaktert, akkor számomra ott is egyértelműen megvan a győztes, ő pedig Freya. Ugye Bloody Battle véres csatákkor, sem fogom inkább mondani magyarul egyszerűbb, véres csata turnamenten, ugye nem számít a heal, nincs haszna a healnek, ugyanakkor Freya nagyon tankos, nagyon tápos minionokat kasztol, 20% HP, 20% támadás. Ugye nem fogom elemezgetni magát a képességeit, csak ami releváns, és minden szövetségesnek plusz 30% defense, azaz extra pajzsot nyújt 4 kör erejéig. Mindezt nagyon gyors, illetve bocsánat, gyors manatöltődés mellett. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy közel leggyorsabb, hiszen egy 7 csempés akció után el tudod sütni Freyját, azaz passzív heal-lel is tud szolgálni, még a véres csata turnamenteken is, amellett, hogy baromira tankos, nem beszélve a családi bónuszáról, amivel ha megölöd őt, akkor a te szövetségeseid mínusz 5 manát nyernek, azaz éget mínusz 5% manát, és a Buff Booster turnamenten pedig szintén kiváló, hiszen amellett, hogy ad egy buffot rögtön az egész csapatnak, plusz 20% sebzés, amellett plusz 30% védelmet is biztosít, és így nagyon-nagyon megtankosítja, és a sebzést is jól megpörköli. Ugye azt gondolom, hogy véres csata és buffolos turnamenten Freyát simán lehet kihozni győztesként. Minden megvan, amire szüksége lehet egy védelemnek, és ugye itt érdemes elmondani, hogy lassan úgy áll a helyzet, érdemes elgondolkodni azon, hogy a legtöbb hőst az teljesen tankosra talentelni. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, és ez rögtön a talent ág elleni kritika is, most már nyugodtan mondhatom, hogy kritika, hiszen eltelt jó egy év, másfél év, és ugye a talent rendszeren alapvetően nem változtattak semmit. Ugye a klasszikus RPG-khez képest ez a talent rendszer egy vicc, hiszen ott azt a cél szolgálja, hogy a különböző osztályba tartozó karakterek számtalan egyéb és más és egyedi képességekkel rendelkeznek a többihez képest. Itt ez az egyedi képesség, ez ezekben a központi csomópontokban kimúlik, mint hogy a druida tud magának egy minyont kasztolni, de alapvetően az összes karakternél ugyanazok az opcióid vannak, vagy életerőre raksz, vagy pajzsra raksz, vagy támadásra raksz. Ami a probléma ezzel, az az, hogy ugye 20 talentpont esetében, az a 20 talentpont, ha minden talentpontot életerőre és pajzsra raksz, annyira megtankosít bármilyen karakteredet, hogyha még papírból lenne ez a karakter, akkor is jóval tankosabb lenne, mint egy sima, ötcsillagos, akin nincs talentpont, akire nem jut talentpont, aki gyöngébb, ezért még inkább nem raksz el, ezért még jobban gyöngül. Ez az a bizonyos snowball effektus, amikor legurítod a hógolyót a dombon, és gyakorlatilag hát nem jön a nyelvemre a szó, hogy mit okoz. Lavinát, köszönöm, lavinát okoz. Ezt érték el hosszabb távon ezzel a talent rendszerrel.
Úgyhogy amennyiben egy turnamenten tiltott a sárga szín, és Freyja megkapja az összes életerő pajzsot, akkor hát annyira böszmén tankos lesz, hogy simán kinevezhető ezen két turnament legjobb tankjának. Most egy picikét többet beszéltem ezekről a lilákról, hiszen több általános infót is, gondolatot megosztottam veletek. Most már talán gyorsabb lesz a történet, és a lila után térjünk át a sárgára. Lilánál még egyszer Rush Tournament Afrika, a másik kettő véres csata Buff Booster Freyja nálam. Sárga. Sif egy olyan karakter, aki tulajdonképpen a legpozitívabb csalódás volt az én életemben, LP-s életemben. Én nem ismertem fel rögtön az ő erejét, és van jócskán. Turnamentek esetében mindegyik turnamenten rendkívül hasznos és rendkívül használható karakter. Nézem, hogy milyen értékelést kapott, hát és így is van. Rush, Buff és Bloody mind három turnamenten abszolút A-kategóriás. Ugyanis Rush turnamenten ugye hadcsempével egy counter-atakos, plusz manás, plusz pajzsos védelemmel ellátós és a többi hős, hát az enyhén szóval jónak mondható. A Buff Boosteren megint csak rögtön a két buffja miatt három emberkére, három szövetségesedre kapásból plusz 60% sebzés, ami írtó jó, és azokat írtó tankossá is teszi. És véres csata esetében, ahol ugye nem megengedett a gyógyítás, de ez az 50%-os sebzés csökkentés, ez ilyen mégiscsak tulajdonképpen a túlélést szolgálja, úgyhogy ki van játszva a rendszer. Sif mind a három turnamenten brillírozik. Nagyon-nagyon érdemes őt talentelni, nagyon-nagyon érdemes őt használni. Ezen a mostani turnamenten is nálam Sif tankol, ugye most egy Buff Booster turnament van, és végig 60-70% között tudom tartani a defemet, és nagyon sokan betámadtak, azaz végig án szerepelek ez idáig. Úgyhogy magáért beszél, és a legjobb osztályba tartozik, hiszen Rogue, Rugó osztály, azaz le tud róla pöccenni a sebzés. Amikor a sárga karaktereken gondolkodtam, tank szempontjából turnamenteken, akkor itt volt a másik Odin. Odinról is még fogok többet beszélni ebben a videóban. Odin egy nagyon-nagyon erős karakter. Nekem komoly aggályaim voltak Frigg megjelenésekor, és Odin megjelenésekor pedig egy abszolút mindent elenyésző aggályá, lavinává gyarapodott ismét. Ez a gondolat csíra, amit nagyon hamarosan kifejtek, de most a tankosság szempontjából Odin, még egyszer ugyanez a szabály érvényes, ha őt feltuningolod, akkor függetlenül attól, hogy az alap, látjátok, az alap tankos értékei, azok nem a legmagasabbak, hiszen nem tanknak szánták őt, de rögtön egy tank kategóriába kerül, ha a talent pontokat odarakjátok, ahova az kell, tankosság szempontjából. Megint csak nem fogom elemezni, hiszen ez már megtörtént, hogy mit tud, mit sem. A lényeg Buff Booster turnamenten, ugye az összes szövetségesnek ad egy buffot, és méghozzá az egyik legértékesebb buffot, a plusz mana töltést, és ez a plusz mana töltés plusz 29% is lehet, amivel nem elég, hogy mindenki eleve többet sebez plusz 20%-kal, de sokkal gyorsabban be tud tölteni. Ez olyan szinten tud betölteni gyorsabban plusz 29% mana esetében, valószínűleg még fogok egy ilyen nagyon mély elemzését Odinnak tartani, ahol megmutatom, hogy mennyi csempével tudnak gyarapodni, illetve csökkenni a mana töltés értékek, ha ez a plusz 29% beüt mana trúpok mellett. Ez eddig áthatolhatatlan küszöbértékeket is megüt Odin esetében, elég ennyit mondok.
és mellette még nagyon nagyot tud sebezni is 244%-kal, úgyhogy Odin nem a tanki tankosság értelmében véve jó tank, erős tank, hanem a hatékonyságát tekintve, a győzelmi készségét tekintve egy nagyon jó tank, úgyhogy nem is igazán hirdetnék győztest és Sif és Odin között, nagyjából egy kategóriába raknám, ugye a másik az, hogy Paladin talent, illetve családba tartozik, ami megint tankosít rajta. Buff boosteren nagyjából egyenértékűek, azt gondolom Sif-fel, ugye tulajdonképpen Sif a 6 buffjával plusz 6 3 karakteren 2 buffjával plusz 60, na jól van, belebonyolódok. 3 szövetségesnek 40-40-40, extra sebzést tol ki a 6 buffjával Odin, minden szövetségesednek 20-20-20-20, extra sebzést tol ki az 1 buffjával, úgyhogy ez nagyjából megegyezik. És onnantól kezdve tábla függő, hogy meg onnantól már jóformán random faktor, hogy éppen Odinnak, vagy éppen Sifnek fog kedvezni. A dolog, nagyon csúnyán kaptam ki ezen a turnamenten Odin tanktól éppen, ami a Bloody Battle-t illeti, ugye ott is nagyon jó tud lenni Odin, hisz nem tud az ellenfél hílelni, míg ő az egész szövetséges kárdáját felturbozza mana töltésügyileg, és rás turnamenten azért ott Sifet hoznám ki inkább győztesnek. Úgyhogy nagyon-nagyon közeli a kettő, Odin és Sif, mivel privát szerencsém, hogy mind a kettő megvan, én így Sifet preferálom több turnamenten, de már mind védekezés szempontjából, tank pozíció szempontjából, de hogyha éppen Odinotok van meg, akkor ő is maximálisan ügyesen ellátja a feladatát. Jó, a zöld, és milyen érdekes topikhoz érkeztünk eddig, lila, Afrika, Freya, sárga, az Sif és Odin, és a zöld tankok szempontjából pedig a legnehezebb a helyzet, hiszen nagyon sokáig Telluriáig nem volt gyakorlatilag zöld tank, hát Horgált mégse nevezzük annak, ugye, bocsánat, ott volt még a Homok Birodalom királya Yunnan, de azért ő sem volt egy annyira népszerű, még ha a játék adott pontján nagyon-nagyon erős tank is volt, azok az idők már nagyon durván lejártak. Úgyhogy a zöldnél a legnehezebb a helyzet, Telluria még mindig kiváló tank, és most reális, én azt gondolom, ugye nagyon tankos, egyik legtankosabb családba is tartozik, Paladin családba, mindent is tud, ha elsül, akkor nagyon durván meg tudja nehezíteni az ember életét, ugye megnézitek a kategóriákat, A+, 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 szóval, hogy Telluria rettentően erős tank, rettentően erős szinergiákat lehet vele alkotni, hát mindig top kategóriás. Buff Booster turnamenten ugye ad heal over time-ot, azaz rögtön mindenkit tápoz. Véres csata turnamentjén ez az gyógyítás nem jön ki neki, ugyanakkor passzív healként, már ha gyengítettek is a minionjain jócskán, de passzív healként még mindig elmondható, hogy ott van, és a Buff Booster turnamenten pedig ugye ez a hadcsempés mínusz 24, bocsánat, rás turnamenten a hadcsempés mínusz 24 van a generáció, azért egészen szépen be tud kavarni, úgyhogy Telluria az még mindig A kategóriás. Nézzük Heimdallt, rás turnamenten Heimdall durván nagyon jó, kiváló, hiszen ugye jobb a heal-ként, főleg rush turnamenten,
még sokkal jobbnak számít ez a életerő búsztolás, hiszen ha tele is vannak a szomszédok, a flenkek és a szárnyak, akkor is mindenkinek folyamatosan nő 500 extra életerővel az élete. Ugye nagyon tankos, szintén paladin osztályba tartozik, buff boosteren, amellett, hogy plusz 30% sebzést ad, a buff miatt ez plusz 20, azaz plusz 50%-kal változik minden karakternek, ezáltal egy rendkívül erős, valószínűleg a legerősebb Rush Tournamenten Heimdall, és jön a két meglepetés, vagy hát nem is meglepetés, a már olyan értelmű meglepetés, hogy Kedi lent, azért nem használtuk mi, és egy irtózatosan erős kosztümöt kihoztak rá. Látjátok, hogy a 830 pajzs az a legerősebb tankokkal megegyező, ugye pajzsot jelent tulajdonképpen. Az életereje az valamivel kevesebb, de az is 1400-as. Ha Kedi lent feltápozzátok, megint talentelitek, akkor egy rettentően durva tank lesz belőle. A Sorcerer képesség családja azt teszi lehetővé, hogy random módon valakinek két kör erejéig leveszi a mana töltődését, ez iszonyú módon be tud kavarni az ellennek. Mindenkit csebez, mindenkire rak egy dodge, azaz kitérés esélyt, szóval rendkívül jó karakterré, rendkívül erős tankát teszi buff boosteren, hiszen rögtön az egész csapat plusz 20% sebzéssel rendelkezik, és kitérésnek a lehetőségével mindezt gyors monotöltődéssel. Mondom még egyszer, mellette sebez, mellette ugye kasztolhat Torn Minyont, amennyiben kitérnek ezek az ellenfelek, 15% HP-val, ami véres csata turnamenten is egy kiváló tanká teszi még inkább, hiszen ez ugye megint passzív healként szolgál, úgyhogy Kedi lenne egy abszolút A-kategóriás karakter, és ilyen szempontból A-kategóriás tanká is nőtte ki magát, arról nem beszél, hogy flankként is eszméletlen beteg. Szóval a zöldnél már is három karakternél tartunk, Heimdall, Telluria, kosztüm Kedi len, és jön a hab a tortára, az pedig Frigg. És nekem nagyon komoly fenntartásaim voltak, hogy rögtön, amikor megjelent Frigg, hiszen egyértelmű volt, hogyha valaki a nagyobb képet szemléli, hogy ez nagyon nem vezet jóhoz, ez a karakter, és most már Odinnal való szinergiájában ez kristálytisztán tükröződik. Úgyhogy a félelmem nagyon-nagyon rövid idő alatt beigazolódott igazából, aminek nem örülök. Hát Frigg megkapja az összes talentpontot, rendelkezik 900 valamennyi pajzsal, 1500 valamennyi életerővel, úgyhogy alapvetően, de tudjátok mit, meg is tudjuk nézni, hogy a talent, a hibás talent rendszernek köszönhetően mennyire jelentéktelen, mennyire nem számít az, hogy valakit nem tank, kimondottan nem tank funkcióba szállnak. 854-es pajzsal, 1539-es életerővel, hát egy abszolút beteg tank, aminek egy nagyon szép sebzésértéke is van. Mellette a legerősebb családba tartozik, rugó osztályba, és a leghalálosabb egyik, nem ez egyik, a leghalálosabb flank jelen esetben, de tankként is ugyanennyire halálos, mert hogy kétszer elsülés az egész csapatodnak kaput. Na most ez a legnevetségesebb elképzelése, hogy visszatérek Afrikéhez, ott arról beszéltünk, hogy high risk, azaz magas rizikó, high reward, de ha bejött, és ez a rizikó megtérül, el tudod sütni Afrikét, akkor magas jutalom. Frigg esetében, amit soha semmikor, semmilyen sportban, semmilyen játékban soha nem szabadna, nem lehetne alkalmazni, ez a no risk, very high reward, azaz a semmi rizikó, és nagy jutalom kategória, ami miatt semmi rizikó,
az az, hogy ha csak egy-kettő zöld csempe van a táblán, akkor is hozza a frigg azt a sebzést, amit a hasonló kategóriázzunk itt a Vela, a többi karakterek. De ez nagyon-nagyon kevésszer fog előfordulni, de még egyszer mondom, ha előfordul, akkor is hozza a minimumot. Szóval innentől kezdve már nem beszéltünk arról, hogy ő nem jó, vagy hogy rossz. És ha ez nem lenne elég, a mínusz defense az még mindig a legerősebb, az egyik legerősebb debuffa játékban, hiszen relatíve kevés mínusz defense is elég szép sebzés növekedéshez vezet a másik oldalon, és megint csak az nem igen fog előfordulni, azért egy 3-4 zöldcsempen legtöbbször, legrosszabb esetben is van a táblán, és ez rögtön mondjuk 4 csempe esetében mínusz 4x16, mindig igen, mínusz 24 defense, hát ez borzasztó. Szóval frigg a semmi rizikó, dement nagy jutalom, karakter, és ez azért innentől kezdve, hogy ezt itt tisztáztuk, innentől kezdve már borzasztóan problémássá válik. Én egy picikét, nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, amikor olyan kommenteket látok, hogy meg kell tanulni ellene játszani, ezeknek az emberkéknek javasolnám, hogy fussanak Usain Bolttal sprinten 60 métert, és tanuljanak meg ellene játszani. Tanuljanak meg ellene futni. Szóval, hogy ez egy nevetséges elképzelés, ugyanis van az a kategória, amikor meg lehet valami ellen tanulni. Ez eleve nem ez a játék. Legalábbis egy 50% a maximális értékben, hiszen 68 random, 68 véletlen faktor van a játékban. Sakkban meg tudsz valami stratégia ellen tanulni valami mást. De egy olyan játékban, ahol beindul a kombó, gyakorlatilag éppen múltkor sikerült egy olyan remek mérkőzést mennem Frigg ellen, hogy egy zuhatag hozta magával a 3x4-es kombót, nem nagyot. Arra volt elég, hogy Frigg betöltsön nálam, semmi nem volt betölve, elsült. Még egyszer húztam, még egyszer egy kis 2-3-szoros kombó elsült Friggre. Nem is tudom, hogy be volt-e valamim töltve vagy sem, de édes mindegy, mert Frigg elsült újból, és az egész szövetségem, az egész csapatom úgy halt meg, mint annak a rendje. Szóval, hogy Frigg unreal, mondhatnánk, egyáltalán nem reális karakter. És ami még inkább szürreálissá teszi az ő esetében ezt az egészet, hogy alapvetően tök jó elképzelés ez a mechanika, hogy ugye a csempéket meg kell próbálnod tologatni jobbra-balra, amennyiben támadó pozícióban vagy, hogy minél több zöld csempe maradjon, és őt fel kell töltened, azaz mindenképpen minimum 7-8 csempét el fogsz használni arra, hogy frigget feltöltsd. És amennyiben 7-8 csempét elhasználsz, akkor bizony elképzelhető az, hogy nem marad sok zöld csempe a táblán, és akkor még fogjuk rá, hogy Frigg akár reális is lehetne, akár. No, de ez a helyzet nem áll defenzen. Ugye nem tudom, hogy ebbe így hányszor és mennyien gondolnak bele, defenzen ilyen nincs. Defenzen a te táblát fogja meghatározni azt, hogy Frigg mekkora böszmét fog sebezni, és az egyedüli úgymond, nagyon idézőjelbe tesszük, úgymond stratégia ellene, hogy meg kell próbálnod minél kevesebb zöld csempét adni a táblán. Na de ez azért nagyon nyögvenyelős, ez azért nagyon sántít, már ne haragudjunk. Persze lehet így játszani, csak hogy neked az is célod, hogy feltörsd a te karaktereidet, az is célod, hogy ha ott van mellette Odin másik flankként, akkor a sárgákat is eltávolítsd. Távolítsd el egyszerre a zöldeket, a sárgákat. Szóval egy olyan abnormális és megoldhatatlan, feloldhatatlan paradoxon tömkelegéhez érkezünk a dolgoknak, ami még erősít és még durvít Friggen. Nemes egyszerűséggel ezt nem lehet megcsinálni. És ezt azért nyilván mindig próbálok óvatosan fogalmazni, mert igen, látom azt, hogy sokan tolják a monót, és ha nem jött, akkor mennyire igazságtalan a helyzet. Hát a tény az, hogy mondjuk nem kellene monót használni. Úgyhogy ez is benne van a pakliban. Másik oldalról az is benne van a pakliban, és majd erről is fogok beszélni, hogy
megint odaérkezett el a játék, hogy sok esetben nincs értelme mást használni, mint monót. Szóval, hogy ez nagyon relativisztikus, ez a történet, de még mindig mondhatni igen, hogy 50-50. Amennyiben bejött a mono, akkor nagyon bejött, amennyiben nem, akkor ugye nem, de nincs értelme panaszkodni. Viszont Frigg esetében ez a játék szempontjából game changer. Én csak a kíváncsiság kedvéért épp top 1 klán uklapaké volt valamelyik nap, és így rákukkantottam, hogy felállt egy olyan defense a Frigg és Odin flankekkel, ami verhetett. Már mivel nem verhetetlen, de hogy a kombináció és a szinergiája verhetetlen. Nincs ennél jobb per pillanat kombináció, szinergia, mint egy tank mellett Frigg és Odin kombó. Nem, hangsúlyozom, nem printscreeneztem ki az összeset, csak egy párat. Ez egyetlen egy top klán. Finley, ami ősidők óta az egyik legbetegebb flank, és személy szerint nekem Jabberwock a másik, úgyhogy a kettő legerősebb. Bebetonozva jó ideje. Black Knight középen, balról Frigg, jobbról Odin. Óriási mákodnak kell lenni, ha ezt a csapatot verni akarod. Következő játékos. Gurman, German, Gu, nem tudom, hogy hívják a piros ninját. Balról Frigg, jobbról Odin. És ez az a vicces szitu, hogy még már azt is simán meg lehet csinálni játékban, hogy egy full tankot oda teszek bal szélre, mert ha egy icike-picikét bal szerencséd van, akkor réges-régen vége lesz a mérkőzésnek, semmint, hogy akár a gyors sniper karakterek valamikor azt a célt szolgálták a széleken, hogy el tudjanak sülni, tudjanak kivenni emberkéket, ma már egy sniper karakter sem fog kivenni emberkéket, úgyhogy gyakorlatilag funkcióikat vesztik a sniper karakterek, viszont ha még túl is élnéd, addigra nagy valószínűséggel Krampus is feltöltés, egy tökéletes védekező csapatot látunk. Következő játékos, Kamikaze. Black Knight, Frigg, Odin. Következő játékos, Vámpírcsaj, Frigg, Odin. Következő játékos, Black Knight, Frigg, Odin. Következő játékos, Black Knight, Frigg, Odin. Azt hiszem, hogy ezzel rögtön egy nagyon szomorú tényállást mutatok be, de bizonyítottam is, hogy mi a helyzet. Nyugodtan nézzetek szét top klánok között, én nem is mentem tovább, hiszen ennek nyilvánvalóan megvan a maga matematikája, hogy egy ennél nincs jobb flank kombináció, akkor előbb-utóbb mindenki ezt fogja használni. Úgyhogy emiatt Frigget én tankként is egy abszolút A kategóriába sorolom, flankként is egy abszolút A kategóriába, és egyébként wingként is, szárnyként is, szóval mindenütt nagyon-nagyon beteg, szerintem kellemetlenül az. És ez sehova jóhoz nem fog vezetni. A zöld tanknál ezáltal négyről beszéltünk, Tellúriáról, Heimdallról, az a vicc, hogy Heimdall, amikor jött ki, Valhalla akkor még az egyik legböszmébb karakternek tűnt, és pár hónappal később gyakorlatilag a lassú hősök már értelmetlenné váltak, úgyhogy nagyon-nagyon ritka az, hogy őt használni tudjuk, mert hogy ilyen nincs a karakterek mellett, amik öccsempések, meg na mindegy. És akkor elérkeztünk a kettő színhez, a kék és a piros. Ugye abszolút top kategóriás kék tanká vált, és itt nem fogok, ezért hagytam ezt a két színt utoljára, mert itt abszolút egyértelmű történet. Krampus eszméletlen tankos, eszméletlen sok pajzs, eszméletlen sok HP, passzív heal a minionoknak segítségével, egy nagyon irritáló sorcerer osztály taunt, és ez a fajta taunt a játék legfrusztrálóbb tauntja. Ugye van a játékban egy másik, ugye az Csöcsi minionos tauntja, ami nem összehasonlítható ez a kettő, hiszen a Vörös Királynő tauntja az egy minion okozza, azt egy minion okozza, eltávolítható, könnyedén leverhető, hisz ez csak egy minion kategóriába tartozik,
és onnantól kezdve támadható. Ám Krampus esetében másik Black Knight lesz, ez nem így van. Három kör esetéig, erejéig egyszerűen egyetlen egy opciód van, ez az egyetlen egy opció pedig az, hogy dispellezed ezt a tauntot, hiszen dispellezni lehet. De, ha még dispellezed is a tauntot, és ezért eszméletlen erős, és eszméletlen mód unfairnek is mondanám, vagy mondhatnám, mondjuk ugye Csöcsi Minyon tauntjával szemben, hát az az, hogy még ha dispellezed is, akkor ő róla dispelleződik, de mivel tauntozza magát a dispel sebzést, és a dispelt, ezért a többi karaktereden rajta marad a buff. Mit értek ez alatt? Nézzük Krampuszt buff booster tournamenten. Ugye, mert be tudta tölteni a dispellezős mondjuk egy Evelynedet, de Krampusz is betöltött, kiosztja mindenkinek a plusz 50% sebzést három kör erejéig, ami a buff miatt plusz 70%-kal változik. Te a taunt miatt a dispellel is csak Krampuszról tudod levenni, azaz hiába negáltad, hiába counterelted direkt módon magát Krampuszt, és direkt módon az ő tauntját, az összes többi hős továbbra is fog rendelkezni az előnyeivel, és egy buff booster karakter turnamenten, ne haragudjon a világ, ahol egyetlen egy buff plusz 20% sebzést ad, és maga Krampusz képessége 50, hát mindenkin plusz 70%, ez nevetséges. Onnantól kezdve imádkozhatsz, és megint odajukadunk ki, hogy ilyen Krampusz esetében bizony már sokkal inkább érdemes rizikózni a zöld monót, ha tudod, mint hogy próbálkozzál máshogy, mert ha beüt, akkor még annyival tankosabbá teszi magát, hogy gyakorlatilag egy infinit végtelen loopba, hurokba kerülsz, hiszen hogyha előtte is nem tudod diszpelezni, akkor őt bizony mono nélkül nem igazán fogod tudni lecsapni simán fizikai értelemben. Úgyhogy, ja, még annyit, hogy hát nyilván Rush turnamenten egyértelmű, nem szorul magyarázata, hogy miért ő a legerősebb, és mi maradt. Véres turnament, hát ott is abszolút egyértelmű, hiszen semmi hátránya nincs, csak előnye, hiszen passzív healként szolgál a minyon. Szóval Krampus az a legbrutálisabb kék tank jelen pillanatban a játékban. És a piros győztes, hát ez sem lesz nagy meglepetés. Piros győztes az Black Knight, fekete lovag. Ugye Krampushoz nagyon hasonló képessége van. Krampus hőselemzés videójában elemezgettem, hogy nem tudnék hirdetni ki győztest, melyik az erősebb, Krampus vagy ő, hiszen itt aztán már szituáció függővé válik a történet. Van olyan forgatókönyv szituáció, amiben éppen Black Knight az erősebb, előnyösebb, van olyan forgatókönyv, amiben Krampus, úgyhogy ebben nem is érdemes belemenni. Böszmén tankos, ugyanúgy az összes turnamenten kiváló, és egy következő probléma ezzel szemben, vagy ezzel kapcsolatban nem lenne annyira nagyon problémás, hogy ennyire erős tank van, hiszen ugye Black Knight már régóta van, régóta szerepel a hősök között. Na de ilyen flankekkel, mint amit láttatok, előbb mutattam, hogy Frigg és Odin, gondoljatok bele, első Black Knight, még ha tudod is őt dispellezni, akkor is ez a plusz 45% vagy akár még több, ugyebár? Támadás megmarad minden karakteren, első Frigg, mondjuk van 8 zöld csempe a táblán, 244%-os sebzést kioszt. De ha még tudtad, vagy hát sebezted és felkúszott, az a plusz 45% Black Knight általi támadása plusz 65, plusz 85-re, akkor ott tartunk, hogy egy Frigg gyors mana töltődés mellett, defense down mellett,
akár simán ki tud osztani egy plusz 2, plusz 300, 5%, plusz 325%-nyi sebzést, azaz többet sebez, mint Kilhér, és mellette leviszi az egész csapatot, defenzét, és még ott van Odin, arról nem beszélve, lehet önmagában egy Black Knight buffolt Frigg is leterít, nemhogy még van ezen a két karakteren kívül három másik. Ha Odin is elsül, akkor 100%-os a loss, és még ott vannak ugye a wingek, a szárnyak, amikről gyakorlatilag már értelmetlen is beszélni, hiszen annyira erős karaktereink vannak, hogy a szárny az már az esetek döntő többségében elhanyagolható lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon nem jó ez az irány, és ez elég hosszúra sikerült már így is a videó, úgyhogy én most abba hagyom a beszélgetést, de egyébként amiről még szerettem volna, és valószínűleg fogok is beszélni, az a következő, hogyha nem lenne elég ez a dolog, hogy nem jó az irány, és most elfogultság nélkül mondom, gondoljatok bele, amikor, vagy amiatt én sokszor megkérdőjelezem az EP-t, hogy mennyire professzionális emberkék dolgoznak ott, és ez most nem rosszból mondom, rossz szándékból, hanem a legkomolyabban, amikor kijönnek béta információk egyes hősökről, és egy ilyen karaktert megalkotnak, akkor nem tudom mennyien emlékeztek, de Frigg eredeti képességénél, eredeti leírásánál még volt egy pluszpont, ha jól emlékszem, dispel, vagy valami ilyesmi. Vagy buffok elleni védelem, szóval igazából mindegy, csak volt még egy nagyon-nagyon erős képessége Friggnek. Most könyörgöm, aki egy icike-picikét intuitív akár, aki ért a játékhoz, annak a menetéhez, annak a stb., az még a, hát nem tudom mikor se alkot egy ilyen karaktert, még egy plusz cleansel, vagy buffok, negatív buffok elleni védelemmel, mivel már önmagában is abszurd így, és a legerősebb flank, akkor hogyan gondolhatja bárki is, akinek egy csöpnyi érzéke van a játékhoz, fejlesztéshez, karakterekhez, hogy ez a karakter még valami mást is igényel. Én ez az, amit nem értek, és ezért gondolkodom rajta sokszor, vagy igen, elmélkedek rajta, hogy mennyire professzionális ez a csapat, hogy meggazdagodni nagyon tudnak, azt aláírom, abszolút, még hogyha már egyre kevésbé is értek egyet a morális megközelítésével, de hogy ott tartunk, szóval ez az, amiről még szót szerettem volna ejteni, de legközelebb, hogy jönnek a szezon 4-es hősök, és a szezon 4-es hősök annyira egyszerű lenne egyébként, de annyira egyszerű lenne balanszolni, hogy az már fáj. Nem kellene más tenni, mint hogy ha kiadnak ilyen nagyon erős karaktereket, akkor az tényleg az attribútummal játszanak el. Hát ne legyen egyre több a pajzsa is az életerőnek, az új hősöknek. Vagy nem tudom, mennyire tűnt fel, hogy itt a top tankok karakterek között is Afrika Valhalla, Freya Valhalla, Odin Valhalla, Sif Valhalla, zöld tanknál Heimdall Valhalla, Frigg Valhalla. Mit hagytam ki? Azt hiszem semmit, és ugye a kék és piros, ami nem Valhalla, de hogy a 80%-a a legjobb karaktereknek turnament tankosság szempontjából az Valhalla, és hogy ez hova vezet. Szóval nyilván, aki gondolkodik, az úgy fel tudja mérni, hogy ezt csinálják, évek óta ezt csinálják, és hogyha nem akarok, akkor ennek nem dőlök be. Tehát nem is, ha nem dőlök be, akkor nem tolom bele a pénzt, mert felesleges, de egy ideig az ember még csak-csak. Viszont egy idő után elszáll, azt gondolom, ez a kedv. Engem ez most nagyon letörött, hogy milyen látképet nyújt a szezon 4-es. Szóval visszatérve a témára, a képességeiket tekintve nincs probléma azokkal a karakterekkel, alapvetően még mindig azt mondanám, hogy a legtöbb jelenlegi hős sokkal hasznosabb. De, hát az attribútumaik, a családbónuszaik,
azok annyira nevetségesek, hogy ez valami elképesztő. Ja, de tudjátok mit, nem fogok nagyon belemenni, csak egy pár példa. Itt van egy 5-csillagos karakter. Nézzétek meg, Defense 803, Attack támadás 826. Ez az első. Második, Attack 842. 842. Hát a játék egyik legerősebb alaptámadású hőse volt valamikor Magni, 793-mal a játék legerősebb támadásával rendelkező karaktere. Aztán ott jött Panther 786-tal. Ezek voltak a legerősebb támadások. Most meg minden tanyasi paraszt 5 csillagos, majd a negyedik szezonban 826 támadás, 842 támadás. Ez is 800-as, ez is ráver mindegyik másikra. 801-es támadás. Hát azért ne haragudjon a világ, ez nagyon szemtelen. Szóval, hogyha kihoznak ilyen karaktereket, mondjuk, mint Frigg, Odin, és ugye megint nem az irigység beszél belőle, mert nekem is megvan Odin, én magamnak nem akarok rosszat, én azt szeretném, hogy a játék javuljon, a játék vegyen egy reális irányt, medert, amikor a több talentpontok bejöttek, akkor azt gondoltam, hogy végre egy igazán jó frissítés, és valamilyen szempontból az is volt, már hogyha a talentrendszerrel egyáltalán nem értek egyet, és rossznak tartom, de legalább akkor ugye több talentpontot adjanak, és akkor most kijöttek ezek a szezon 4-es infók új hősök terén, abszolút nevetséges alapattribútumokkal is, jóformán, kivétel nélkül mind alapattribútumai tekintve erősebb lesz, mind az összes mostani karakter, hogyha marad persze, és ez még talán mindig nem a legrosszabb, de olyan család bónuszaik vannak, vagy képességeik, vagy nem is tudom minek nevezzem, mint például ez itt. Increase special skill damage the first time this hero cast special skill that does damage addition. Azt mondja, az első alkalom, amikor elsütöd ezt a hőst, akkor plusz 50%-ot fog sebezni. Ez mire fel? Milyen alapon? Milyen jogon? És ez még nem is a legrosszabb, mert mostan már tényleg picikét az indulat is beszél belőlem. Nem tanulmányoztam különösebb képpen, ugye nem másfél szerezi, hanem plusz 50% sebzés, de könyörgöm. Egy olyan karakternél majd nézem közben, mit tud. Vagy nyilván majd később fogom ezeket elemezgetni, hogyha majd itt lesznek, és ez még soká lesz, de ez a karakter 435%-os sebzést tol. Gyors mana töltődés mellett, azaz sniper. És 500 extra sebzést, ha az ellenfélnek van boosted health-je. Szóval ilyen gyakorlatilag a boosted health azt jelenti, legalábbis én úgy gondolnám, hogyha Heimdall ugye elsült, de már le is pöckölgetted azt a boost health-et, de még mondjuk létezzük fel, hogy van plusz egy extra életereje. Nem számít, ezen mechanika alapján ezre a plusz egy életerőre is 500 extra sebzéstól, meg a 435%. Szóval gyakorlatilag tényleg van hitelni fog tudni, azaz együttése megölni szituáció függően egy karaktert. Hasonlítsd ezt össze Junnal. Egy sárga lesz ő is, 826-os alapsebzés mellett. Van olyan karakter, ami plusz 20% manával kezd, még nem matekozgattam. Hát és itt ez a kedvencem, azt hiszem. Damage reduction, azaz a sebzés csökkenése. A bekapott sebzést 50%-kal felezik ez a családi bónusz, vagy ez a képesség. For the first three times, az első három alkalommal
amikor ez a karakter sebzést kap. Most ez, hogy megint mi a trúpos fizikai sebzés is ide számít, feltételezem igen, de mondjuk kiteszem a karaktert szélre, ugye wingre, ott nagy valószínűséggel nem fog bekapni sebzést, vagy nem sűrűn kap be sebzést, és aztán meg elsütök valamimet, és gyakorlatilag alig fog sebződni ezek a winges szárnyas karakterek, mert ő a legerősebb támadásomnak is, ami skillbéli, levonja az 50%-át. Szóval, na, nem is megyek bele jobban nagyon ebbe a dologba. Vannak itt problémák, én úgy érzem, szemtelenségek, és hogyha ez nem lenne elég, akkor a szemtelenségnek a netovábbja, az pedig itt látom, jön egy új event, azaz egy új esemény, ahol megint egy új portál lesz, megint új hősöket lehet summonálni, és ezen új eseményen, még ebbe se ástam bele magam, csak a lényeg, olyan hősöket tudtok szerezni, akik eventekkor plusz életerőt biztosítanak, itt is van zölddel, plusz 10% boost to the event scores for each, ezt nézzétek már! Ezt nézzétek, plusz 10% pontot ad pályánként, hogyha ezekkel a hősökkel mentek. Hát ez már mennyire undorító, könyörgöm. Szóval, hogy mondjuk azt mondanám, hogy réren, epic eseményeken, vagy eventeken, mint azon az erősségen, nagyjából minimális befektetés mellett hasonló lehetőségekkel indultak a játékosok. Legendary-ről azért nem beszélnék, mert ott nagyon specifikus hős szinergiákra volt szükség, hogy azért komolyabb eredményt tudj elérni, na de ez, hogyha nem húzol az új eventen, akkor rögtön hátrányba kerülsz gyakorlatilag, mert 10%-kal növeli az életerő támadást, a pontokat, amiket tudsz kapni. Hát azért ne haragudjon a világ, menjenek a víz alá száradni. Hú. Na jó, jól kibeszéltem magam, ez már nagyon a bögyönben volt. Úgyhogy jelen pillanatban a kedv és a hangulat LP terén, az nagyon lefele tendál. Nyilván benne van a pakliban az is, hogy játszom az Assassin's Creed Valhallát, a drága jó Valhallámat, skandináv mitológiával találkozok, Lokival, Thorral, Odinnal és társaival, úgyhogy nekem nagyon jó valhallázgatni, és itt is abszolút kedvencem Valhalla. Nagyon sok gyémántot összegyűjtöttem az 4-5 hónap alatt, illetve coint, úgyhogy most decemberben még megtolom Lokira, de egész biztos vagyok benne, hogy jelentősen vissza fogom venni én is ezt a pénzcsapot, mert hogy így nincs értelme. Belefáradtam egy picikét. Azt érzem. Belefáradtam a nem professzionalizmusukba, és az még hagyján, de hogy ez a végtelen mohóságba és kapzsaságba lassan tényleg nincs értelme, amikor 2 hónap múlva kijön egy új event, egy új summonáló portál, amivel lehúznak, és olyan karaktereket raknak bele, hogy már lassan a kosztümmel is lehúzhatod magad a WC-n. Jó, ez volt a picikét negatív hangvételű videó. Remélhetőleg legközelebb egy pozitív hangvételűben jelentkezek. Kívánok mindenkinek kellemes készülődést, karácsonyra találkozunk hamarosan, sziasztok!